Szeptember 1-től a Vörösmarty Rádió hullámhosszán hallhatók a Fehérvár Média Centrum rádiójának műsorai. Reggel 7-től 9 óráig Séda Zoltán a Jó reggelt Fehérvár című magazinban köszönti a hallgatókat, délután 4-től 6 óráig pedig a Hazafelé című műsorral jelentkezik Szőlősi Attila. A két műsor között továbbra is a Vörösmarty Rádió műsorait hallhatják a rádiót kedvelők. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél nagyobb számban lehessen hallani a híreinket, az információinkat, illetve hogy szórakoztassuk egy kicsit a fehérvári lakosokat. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Vörösmarty Rádió mellett a Katolikus Rádióval is együttműködik a Média Centrum. Virág Ildikó, a Vörösmarty Rádió főszerkesztője elmondta, kettős ünnep volt ez a rádió életében, hiszen 16 évvel ezelőtt, szeptember 1-én szólalt meg először a Vörösmarty Rádió. Az akkori induláskor azt a célt tűzték ki, hogy a főiskolai hallgatók oktatását segítsék a közszolgálatiság alapjai mentén. Azt gondolom, hogy ez a stílusú rádiózás, a közszolgálati tartalmú rádiózás, ez nagyon is szükséges, hiszen az információkra szüksége van, az lokális információkra a rádióhallgatóknak, viszont most kapnak egy 4 órás, könnyedebb stílusú rádiózást is. Mészáros Attila, a média tanács elnöke, fontosnak tartja az együttműködést, hiszen a Fehérvár Média Centrum, a televízió, az online média és az írott sajtó mellett egyre jobban jelen van a rádiós piacon. Így ezeken a csatornákon keresztül is közelebb kerülhetnek a helyi közélethez a fehérváriak. Ez nem csak arról szól, hogy a Vörösmarty Rádió hullámhosszán napi 4 órában sugároz a Média Centrum, hanem a Kodály János Főiskolán tanuló kommunikációszakos hallgatók is lehetőséget kapnak arra, hogy a 4 lábon álló médiacentrumban gyakorlati képzésben vegyenek részt, úgyhogy e tekintetben is nagyon fontos. Mészáros Attila azt is hangsúlyozta, a mostani megállapodás a Média Centrum és a Vörösmarty Rádió között jött létre, ám része annak a megállapodásnak, melyet az önkormányzat és a Kodolányi János Főiskola kötött tavasszal. Bozai István ügyvezető igazgató arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az első féléves számok alapján a Fehérvár Média Centrum egy nagyobb gazdasági egység részeként stabil gazdálkodást tud megvalósítani. A gazdasági számok mindenképpen azt mutatják, hogy ezzel a fél év alatt sikerül stabilizálni a Média Centrum gazdálkodását, tehát az a korábbi évek jelentős veszteségeit teljesen felszámoltuk, és most arra egy stabilan gazdálkodó, a Városgondnokság cégcsoportjába tartozó cégként tudunk már a Média Centrummal dolgozni. A Fehérvár Média Centrum és a Vörösmarty Rádió közötti együttműködés keretében pedig mondhatni összetalálkozott, ami összetartozik.